Sziasztok, mpv és sok szeretettel üdvözlök mindenkit a csatornán, és amint látjátok, egy újfajta videósorozat veszik kezdetét. Ebben a videósorozatban tippeket, trükköket fogunk megosztani különböző zeneszerkesztő szoftverekben. Olyan tippeket, trükköket, amik hasznosak lehetnek a kezdők számára, vagy akár a haladók profik számára is, hiszen nem biztos, hogy így használják azt a funkciót, vagy egyáltalán tudnak a létezésükről. Beszélgethetünk az alapokról is, de beszélgethetünk ilyen rejtett trükkökről is és minden héten mindenfajta zeneszerkesztőben ilyen tippeket, trükköket szeretném megosztani, és ezt természetesen nem tudjuk egyedül csinálni, hiszen rengeteg zeneszerkesztő szoftver van, és mi csak egy párat használunk ezek közül. Így egy felhívást szeretnénk hozzátok intézni, aminek a részleteit megtaláljátok a leírásba, ha van kedvetek velünk dolgozni, és az MPV oktatói között szeretnétek lenni, akkor itt a lehetőség. Készítsetek egy rövid videót a kedvenc zeneszerkesztőtökben, és Tomival ki fogjuk válogatni a legjobbakat, és velük külön sorozatot fogunk csinálni az adott DAV-ban. Legyen ez Ableton, FL Studio, stúdió van, tök mindegy. A lényeg az, hogy próbáljatok mondjuk szoftver használati tippeket megosztani kezdőknek, haladóknak egyaránt ilyen rövid videók formájában. Én is csatlakozni fogok ehhez, és ebben a műsorban csinálok ilyen kis példaadást is, hogy ezt el tudjátok képzelni. Ma én logic fogok nektek egy tök jó tippet mutatni, de a jövőben lehet, hogy még én is fogok éből egy két dolgot mutatni, ami számomra érdekes, vagy akár Lunában, ha itt majd jobban kitanuljuk a dolgokat. Nem is húzom az időt, csapjunk bele, pörögjön az óra, nézzük, hogy 2-3 perc alatt mit tudok így gyorsan megmutatni. Egy olyan problémával fogok jönni, amivel szerintem nagyon sokan találkoztatok már, aki rendszeresen zenél. Mégpedig, hogy amikor elkezdek mondjuk egy új projektet, és eszembe jut, hogy nekem volt egy régi projektem, amiben jó volt mondjuk a lábdob, jó volt mondjuk egy channel strip, jó volt mondjuk egy dallam, bármi van, és azt át akarom idehozni, az nagyon macerás volt. Az esetek többségében ez úgy néz ki, hogy bezárom a programot, megnyitom a régi projektet, megkeresem, kiszólózom, kiexportálom, bezárom, majd megnyitom újra ezt a projektet, majd drag and drop beteszem. Ez nagyon macerás és nagyon lassú folyamat, főleg ha ilyet sokat csinálok mondjuk egy órán belül, és Logicban, de más szoftverben is, tehát ezt nem kell külön hogy ebben a szoftverben is ez lehetséges, most kizáról Logicról beszélek, Logicban is ezt két másodperc alatt el tudjuk érni, anélkül, hogy azt az előbbi macerátortúrát tortúrát végig csinálnánk. Nincs más dolgotok, mint itt a browserre kattintani itt jobb oldalt, és itt megjelenik konkrétan itt a számítógépetek, és itt csak be kell tallózni a projektet, én is most betallózok valami random projektet, amit tudom, hogy nagyjából fel van címkézve. Azért mondom, hogy fel van címkézve, mert fontos, hogy fel legyenek címkézve a sávok, is, el legyenek nevezve, mert ha nem lesznek elnevezve, akkor csak annyit fogtok látni, hogy audio 32, audio 31, és ebből kb. semmit nem fogtok tudni megmondani. Viszont ha látjátok, hogy snare, tap, stb. stb., akkor látjátok, hogy ez az, ami számotokra kell. És itt látjátok, hogy látjátok a sávnak a számozását, látjátok, hogy ez milyen típus, tehát audio vagy instrument, és ha ezt bepipálom, mondjuk csak a snéreket szeretném áthozni, akkor a contentet pipálom be, akkor konkrétan áthozza az audio ami mondjuk a 19, 18 és a 17-es sávon található. Amennyiben mondjuk ez egy instrument lenne, akkor a MIDI region is, a MIDI információt is áthozza. És ha bepipálom a plugin részt, akkor konkrétan áthozza az adott sávhoz tartozó plugineket, tehát konkrétan az egész channel strippet. Itt látjátok, hogy min, micsoda van. Még a, a szendeket is át tudnám hozni, amelyikhez tartozik, vagy akár az automatizációt is, de bár az automatizációra abszolút nem lesz szükségünk, és amikor kiválasztottuk ezeket, azt mondom, hogy Ed, egy kicsit elgondolkozik a gép, és szerintem megkérdezi, hogy a tempót átrakja el mondjuk erre a projektre. Én azt mondom, hogy ne importáljuk át a tempót, hiszen itt lehet, hogy egy teljesen mást használunk, és pontosan ugyanott megjelenik az összes sáv, ami az előző projektben szerepel, timecode szempontjából, pontosan ugyanott, ahol a másikban is. És ezt már természetesen tudod mozgatni, stb. stb. És ha rá megyünk így a sávokra, külön látjátok, hogy megjelennek az effektek is rajta. Úgyhogy ez egy nagyon gyors módszer, bármilyen tortúra nélkül nagyon gyorsan bármilyen apró dolgot át tudunk hozni az új projektünkbe. A témához van egy másik hozzá kapcsolódó tippem is, mégpedig az, hogy mondjuk el szeretnénk egy saját channel strippet menteni, amit mondjuk a jövőben szeretnénk használni. Énekel, lábdobokon tapsom, tök mindegy. Tegyük föl mondjuk, van egy elkunk rajta, legyen mondjuk egy euh, reverbünk rajta, most tök mindegy random bedobálom, és legyen mondjuk még rajta egy, mondjuk egy kompresszorunk, és én ezt szeretném használni mondjuk bizonyos hangszercsoportokon, vagy bizonyos szituációkban, és ezen mondjuk vannak tipikus beállítások. És azt mondom, hogy settings, save, channel strip settings, ez mondjuk test, és innentől kezdve, ha mondjuk megnyitunk egy új sávot, és mondjuk ezt beszeretném hívni, és nem szeretném ezeket újra beállítani, vagy csak egy kinduló pontot, mint egy templétet szeretnék használni, akkor azt mondom a settings, és test és hopp, megjelenik az összes funkció, és rögtön tudjuk használni, módosítani az adott környezethez képest, vagy környezethez, és már tudunk is vele dolgozni. Ennyit szerettem volna mára megmutatni nektek, ehhez hasonló rejtett tippek, trükköket szeretnék én is mutatni Logicban, később Lunában is, de tőletek is hasonló tippeket várunk, majd mindenkivel megbeszéljük a tematikát és a koncepciót, akiket kiválasztunk, úgyhogy hasonló érdekes témákat várhattok ilyen párperces formában itt a csatornánkon, remélem örültök.